A Városháza dísztermében Szepesi Tibor polgármester fogadta a Schwarzheide-ből és Krosno-Ordranszkijéből érkezett vendégeket. Hosszú évekkel ezelőtt kezdődött ez a program, amikor két testvérvárosunk vezetőivel, még az akkori városvezetéssel közösen leültünk, és Karcag, Schwarzheide, illetve Krosno-Ordranszki, tehát a német és a lengyel testvérváros vezetősége eldöntötte azt, hogy gondoskodni kell arról, hogy ezek a testvérvárosi kapcsolatok hosszú távon megmaradjanak, és ennek a jövője természetesen a fiatalságban, a fiatalokban rejlik. Egy kapcsolat mindig nehéz, hogy milyen alapokon nyugodjon, és akkor úgy döntöttünk, hogy legyen ez most a sport. Tehát próbáljuk meg úgy összehozni a fiatalságot, hogy a sporton keresztül valami fajta közös programot tudjunk nekik találni, és természetesen emellett minden olyan kulturális lehetőséget, városi bemutatkozásokat, városon túli járás, illetve hát nyilván az országok bemutatkozását is meg tudjuk mutatni egymásnak. Minden évben más településen kerül megrendezésre, felváltva, és hát ugye a mostani találkozónak az a különlegessége, hogy az elmúlt két évben sajnálatos módon ezek a programok elmaradtak, de most újra sikerült életre kelteni, folytatni, és én azt látom és azt gondolom, hogy az ideérkezett fiatalok már most jól érzik magukat. Én bízom abban, hogy sikerül megmutatni nekik Magyarország Karcag szépségeit. Különböző kirándulásokat tervezünk itt a városon belül, illetve a város környékén, és hát természetes az, hogy maga a fő program, a sportrendezvény is elmaradhatatlan ennek a találkozónak a részeként. Most a Hungarikumok jegyében találkoznak, ami a vendégek számára újdonságokat tartalmaz. Meg tudnak kóstolni minden olyan ételt, ami ugye természetes, hogy a Hungarikumok közé tartozik, ugye elsősorban a karcagi birkapörkölt, de kirándulást fogunk tenni a Hortobágyon, meg fogják ismerni a Hortobágy táj jellegű ételeit, és nyilván a köré szerveztük, hogy minél több Hungarikumot megismerjenek. Schwarzheide-ből jött gyerekekkel városunkba érkezett Christoph Schmidt polgármester is. Jöttek gyerekekkel a gimnáziumból, lányok és fiúk egyaránt elosztva, illetve az általános iskolában. 11 és 14 éves kor között mindenki először van Karcagon, és az idősebbek az is a korona miatt tudtak elsőként itt lenni, ugyanis ők még nem volt, nekik még nem volt lehetőség itt lenni, de így ezáltal őket is magukkal hozták. Még nem tudtak semmit erről a városról, csak annyit, hogy testvérváros Karcag. Minden új, nagy nyitott szemekkel nézték, hogy nagyon kíváncsian várták az egészet, hogy mi vár itt rájuk, úgyhogy nagyon, nagyon érdeklődően várják a programot. Nem csak a gyerekek izgatottak, hanem a szülők is, ugyanis ez egyben azt is jelenti, hogy először vannak külön a szülőktől, tehát szülők és gyerekek egyaránt nagyon várták már ezt a pillanatot, hogy ez a sporttalálkozó itt létrejöhessen. Krosno-Ordranszkijéből érkezett vendégekről Román Szieminszki polgármester helyettest kérdeztük. Most a Krosno-Ordranszki ifjúságával jöttem, mert ők a jövők, ők fogják folytatni a mi testvérvárosi együttműködésünket. Az összes gyerek először jár Karcagon, próbáltuk nekik átadni információkat, amikor találkoztunk is, egy ilyen előtti előkészítő volt. Remélem, hogy ez számukra kaland lesz.